Tavaly az Eger Rallyval kezdődött az országos bajnokság versenysorozata. Idén is a szokásosnak megfelelően márciusban indult volna a 2020-as szezon, viszont a koronavírus járványhelyzet miatt ezt el kellett halasztani. A legfrissebb tervezet szerint júliusban Salgótarjánban kezdődik a csonka szezon, így Eger most a harmadik állomása lenne a bajnokságnak. Az előzetes versenynaptárban jelenleg szeptember 5-e és 6-a a tervezett egri futam időpontja. A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség június 1-én teszi közzé a hivatalos 2020-as versenynaptárt, olvasható az Egyesület honlapján. Az eddigi információk alapján elmarad a székesfehérvári, a zalaegerszegi és a pécsi OB futam. A rally mellett a másik nagy országos sportrendezvény, ami érinti Egert és környékét, a Tour de Hongrie kerékpáros körverseny. Itt is változtattak a kezdésen a szervezők. Az új időpont augusztus 29-e, vagyis a sportág legendás versenyével a Tour de France-al együtt indulhat a Tour de Hongrie. A járványhelyzetre való tekintettel a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség is módosította a 2020-as országúti versenynaptárt. Az eredetileg május 13-a és 17-e között tervezett útvonalon nem szeretnének változtatni a szervezők, mivel azonban idén szombattól szerdáig tart a magyar körverseny, így elképzelhető, hogy mégis módosul a szakaszbeosztás. Olvasható a verseny hivatalos oldalán. Augusztus 29-én Debrecenben rajtol majd a mezőny, amely Megyénket és Egert a negyedik szakaszban érinti. Összesen 861 kilométer teljesítenek a versenyzők.